A Viking egy leszálló egység 46 évvel ezelőtt érkezett a Mars felszínére, hogy megvizsgálja az égitestet, és egy olyan területre ereszkedett le, amelyről úgy gondolták, hogy egy kiáramlási csatorna. Most úgy gondolják, hogy bizonyítékot találtak egy ősi megacunamira, amely évmilliárdokkal ezelőtt csöpött végig a bolygón, kevesebb mint 965 kilométerre a Viking leszállási helyétől. A Földhöz hasonlóan a Marsot is egy dinoszauruszgyilkos aszteroida érhette, amely a Földihez hasonlóan megacunamit is okozott. A becsapódó test átmérője mintegy 10 km lehetett, és a becslések szerint akkora energiát szabadított fel, ami 100 teratonna TNT felrobbantása keltette energiának felel meg. Összehasonlításképp az ember által kifejlesztett legnagyobb hatóerejű atomfegyver, a cárbomba detonációja 50 megatonna erejű volt, ami 2 milliószor kevesebb energiát jelent. Továbbá a bolygó lehető legrosszabb helyén, a lehető leghalálosabb szögben csapódott be, emiatt szabadultak fel és kerültek az atmoszféra felső rétegébe a klímaváltozást okozó gázok is. A kutatók szerint a Marsba csapódó aszteroida egy sekély óceáni régióban érte a bolygót, ami aztán az egész Marson végig söprő hullámokat okozott. Ez megerősíti azokat a korábbi kutatásokat, amelyek szerint egy aszteroida csapódott be a Mars északi, sekély óceáni vidékén 3,4 milliárd évvel ezelőtt, az új tanulmány előtt azonban nem volt világos a becsapódás által okozott kráterhelye. A kutatók a vörös bolygó felszínéről készült térképeket elemezték, amelyeket a bolygóra irányuló korábbi küldetések felvételeinek kombinálásával hoztak létre. Ennek köszönhetően azonosítani tudták a becsapódási krátert, amely később a megacunamit okozhatta. A kráter, amelyet Paulnak neveztek el, 110 km átmérőjű, 3,4 milliárd évvel ezelőtt alakulhatott ki, és a Mars északi részén található, amit korábbi tanulmányok szerint óceán borított. Szimulációkat végeztek különböző aszteroida becsapódásokról, hogy feltérképezzék, milyen típusú becsapódás hozhatta létre a krátert, illetve hogy ez okozta-e a megacunamit. A szimulációk szerint a Paulhoz hasonló méretű krátereket vagy egy 9,6 km-es aszteroida okozta, amely erős talajellenállással találkozott, ezzel 13 millió megatonna TNT energiát felszabadítva, vagy egy 3 km-es aszteroida, amely gyenge talajellenállással találkozott, 0,5 millió megatonna TNT energiát felszabadítva. Ha a 3 kilométeres aszteroida becsapódása által okozott megacunamival számolunk, akkor a kutatók szerint a szökőár a szárazföldön 250 méter magas lehetett.